július 3-a és 14-e között Nápoly ad otthont a 30. nyári univerziádénak. Az egyetemisták és főiskolások világjátékán 21 felsőoktatási intézmény 105 sportolója képviseli a magyar színeket. A Nyíregyházi Egyetemről az úszó Szurovcsák Ivet, a röplabdázó Tóth Fruzsina és Tóth Dalma, valamint a diszkoszvető Szikszai Róbert utazik Olaszországba. Utóbbi a hétfőt számláló atlétacsapat tagjaként dobogós reményekkel várja az univerziádét. Az idei legjobban 62-89 eddig, amit Pesten tudtam az egyetemi bajnokságon. Úgy gondolom, hogy most az univerziádén is egy hasonló 63 méteres eredménnyel dobogón lehet lenni. Volt egy sérülésem télen, egy részleges mellizomszakadásom volt, amiből úgy látszik, hogy sikerült elég jól kilábalnom, és most úgy érzem, hogy egy ilyen 63-64 méteres formában érzem magam. Szikszai Róbert 2 éve a 3. helyen végzett a tájvani univerziádén, mellette állt már dobogón ifjúság és 23-as Európa-bajnokságon is. A nápolyi versenyen a korhatár leszállítása miatt jó eséllyel pályázik érmes helyezésre Kerekes László tanítványa. Úgy szokták mondani, hogy ez az olimpia után a második legrangosabb verseny, legnézettebb verseny. Úgy gondolom, hogy most ezzel, hogy levitték a korhatárt 25 évre, azért ezzel jóval megnőttek az esélyeink arra, hogy ismét dobogóra álljak, és ez lenne a célom. Szikszai Róbert edzője társaságában július 9-én utazik Nápolyba, ahol 11-én rendezik a férfi diszkoszvetés selejtezőjét, 13-án pedig a döntőben lehet jelenése a nyíregyházi atlétának.